Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, kvóta per elutasított magyar és szlovák kereset, érvek, ellenérvek és vélemények. Ezzel a témával foglalkozik mai adásunk, számítok a figyelmükre, tartsanak velünk! Elutasította az Európai Bíróság a menedékkérők tagállamok közötti elosztását szolgáló uniós mechanizmus ellen benyújtott magyar és szlovák keresetet. A 15 fős nagy tanács által meghozott ítéletet részletező közlemény szerint a kvóták hatékonyan és arányosan hozzájárulnak Görögország és Olaszország terheinek csökkentéséhez, ezért alkalmasak a kitűzött célok elérésére. Budapest és Pozsony 2015. decemberében fordult az Európai Bírósághoz a 120 000 menedékkérő áthelyezését célzó kötelező jellegű mechanizmus ügyében, amelyet az uniós belügyminiszterek minősített többségi szavazással, mások mellett Magyarország és Szlovákia ellenkezésének dacára fogadtak el 2015 őszén. A magyar keresetben 10 tartalmi és eljárásjogi érvre hivatkozva kérték a teljes tanácsi határozat, vagy legalább azon rész megsemmisítését, amelynek értelmében Magyarországnak 1294 menekültet kell befogadnia, 988-at Görögországból, 306-ot pedig Olaszországból. A magyar fél elsősorban arra hivatkozott, hogy a határozatból hiányzik a felhatalmazás, azt az uniós szabályok alapján nem is lehetett volna elfogadni, továbbá, hogy a mechanizmus alkalmatlan a bevándorlási válság kezelésére. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Bizottság döntése a kvótaperben felháborító, teljes mértékben ellentétes az európai értékekkel és az európai biztonsággal. Azt gondoljuk, hogy ez a döntés, amelyet a mai napon az Európai Bíróság meghozott, ez egy politikai döntés eredménye. Nem jogi, nem szakmai, hanem politikai döntés született. Azt is mondhatnám, hogy a politika megerőszakolta az európai jogot, és megerőszakolta az európai értékeket. Ez a döntés gyakorlatilag nyíltan legitimálja az Európai Bizottság joghatóságát és hatalmát az európai nemzetek, az Európai Unió tagállamai felett. Ez mindenfajta jogi és értékbeli szempontból elfogadhatatlan. Az Európai Bizottságnak az európai szerződések értelmében semmifajta fennhatósága vagy hatalma nincs, és nem is lehet az Európai Unió tagállamai és az európai nemzetek felett. Mindezek miatt ez a mai napon nyilvánosságra hozott bírósági döntés Magyarország, magyar kormány számára teljes mértékben elfogadhatatlan. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném Önöket és Önökön keresztül Magyarország minden polgárát biztosítani arról, hogy a mai bírósági döntést követően is Magyarország kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje Magyarországot, megvédje a magyar embereket, megvédje a biztonságunkat, és továbbra is a mi első számú gondolatunk, első számú célunk az Európai Unió jövőjével és az arra vonatkozó politikai vitával kapcsolatban csak az lehet, hogy Magyarország és a magyar emberek biztonságát a jövőben is garantáljuk. Itt lenne az ideje annak, hogy ezt a kötelező betelepítési kvótát az Európai Unió átadja a múltnak, hiszen ez egy sikertelen válasz az illegális bevándorlásra, tekintettel arra, hogy a szeptember 26-án lejáró határidő előtt néhány héttel azt tudjuk Önöknek mondani, hogy az oly nagy lelkesedéssel hirdetett és sokak által oly nagy lelkesedéssel elfogadott kötelező betelepítési kvóta alapján az Európai Bizottság által, vagy az európai intézmények által előirányzott célszám 25%-át sikerült befogadni. Egy negyedét néhány héttel a szeptember 26-i határidő lejárta előtt. Tehát itt lenne az ideje végre annak, hogy belássa az Európai Unió is a kötelező betelepítési kvóták sikertelenségét, ahelyett, hogy most még inkább azt próbálják kierőszakolni, hogy ezt más országok is majd hajtsák végre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném Önöknek elmondani azt is, hogy amennyiben az Európai Bizottság továbbra is erőltetni fogja a kötelező betelepítési kvóta intézményét, és illegális bevándorlókat akar Magyarországra telepíteni, akkor mi minden ilyen döntés ellen a jövőben is harcolni fogunk. És azt tudom Önöknek mondani, hogy az igazi csata az csak most kezdődik el az Európai Bíróság mai döntése nyomán.
mi továbbra is minden jogorvoslati lehetőséggel élni fogunk annak érdekében, hogy kikényszerítsük, hogy Magyarország és a magyar emberek feje felett ne lehessen döntést hozni arról, hogy ki jöhet be Magyarországra. Az európai jog tekintetében szeretném önöket és önökön keresztül Magyarország minden polgárát biztosítani arról, hogy Magyarország továbbra is teljesíteni fogja a schengeni egyezményből fakadó kötelezettségeit, meg fogjuk védeni továbbra is a schengeni övezet és az Európai Unió külső határát, és ezzel megvédjük Ausztriát és Németországot is. Mi eddig a védekezés valamennyi terhét egyedül vállaltuk, sőt, szolidárisak voltunk mindazokkal, akik a saját határaikat sokszor emberfeletti teljesítménnyel védik, nyugat-balkáni országokról beszélek elsősorban, és mi azt gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak is sokkal inkább a védekezést kellene támogatni, semmint arra rászorítani tagállamokat, hogy fogadjanak be illegális bevándorlókat. A tegnapi napon megkaptuk az Európai Bizottság elnökének válaszlevelét is, ha megengedik, akkor röviden szeretnék ehhez is egy kommentárt fűzni. Ebből a levélből világosan látszik, hogy az Európai Bizottság egyetlen egy dolgot támogat, ez pedig az illegális bevándorlók befogadása, és egyáltalán nem támogatja a határvédelem és a védekezés ügyét. Lehet ezt mindenféle módon csűrni, csavarni, ahogyan az Európai Bizottság elnökének levelében is megtörténik. Az jól látszik, az Európai Bizottság bevándorlás ügyben csak a bevándorlók befogadását támogatja, a határvédelmet, a védekezés nem. A kerítés az maga a védekezés, aki a kerítés támogatását elutasítja, az a határvédelmet és Európa megvédését utasítja el. Szijjártó Péter hozzátette, az igazi csata csak most kezdődik el. Magyarország minden jogorvoslati lehetőséget igénybe vesz, hogy a magyar emberek akarata ellenére ne lehessen az országba telepíteni senkit. Trócsányi László, igazságügyi miniszter pedig azt mondta, sajnálják, hogy a testület figyelmen kívül hagyta Magyarország jogilag megalapozott érvelését, és úgy határozott, hogy félre lehet tenni az uniós jog alapvető rendelkezéseit. Az igazi jogi csata azonban most fog kezdődni. A kvótahatározat elutasítása miatt Magyarország, Csehország és Lengyelország ellen indított kötelezettségszegési eljárásban. Ez egy elvi jelentőségű ügy, amelyben a magyar kormány az ország szuverenitása és az alkotmányos identitása védelmében száll síkra, miközben a bizottság megsérti a védekezéshez való jogot, és figyelmen kívül hagyja a tagállamok egyenjogúságának elvét. Nem a három megtámadott tagállam magatartása okozta a kvótahatározat kudarcát, hiszen további 20 tagállam sem teljesítette a kötelezettségét, és mindössze az előírt áttepítések alig egynegyedre került sor, mint ahogy hallottuk. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a bizottság diszkriminatív módon jár és politikai célra használja az uniós jogintézményeket. A magyar kormány azonban amellett, hogy kötelezettségszegési eljárásban is mindent megtesz a magyar érdekek megvédése érdekében, továbbra is az európai szolidaritás talaján áll, és jövőben fokozottabban törekszik majd arra, hogy az európai jogalkotás és politika ne hozhasson az emberek igazságérzetével és az észszerűségi megfontolásokkal ellentétes döntést. Trócsányi László miniszter hozzátette, a döntés megbontotta az Európai Unió intézményének egyensúlyát, annak nyertese az Európai Bizottság, miközben csökkent az Európai Tanács és az Európai Parlament ereje. Az Európai Bíróság döntését követően azonnal megjelentek a vélemények, reakciók is. Az MTI arról is beszámolt, hogy Robert Kalinek szlovák belügyminiszter a kvótaperrel kapcsolatban kifejtette. A tapasztalat megmutatta, hogy a kötelező kvóták rendszere működésképtelen, ellentétben a határok kemény védelmével, amelyről bebizonyosodott, hogy helyes és a leghatékonyabb megoldás. Illetve az MTI arról is beszámolt, hogy az elutasított kvótaperrel kapcsolatban Robert Fico miniszterelnök elmondta, hogy a szlovák kormány nem változtat az eddigi álláspontján, tovább munkálkodik azon, hogy a tőle elvált szolidaritás ne a migránsok kényszerű befogadásában öltsön testet, és így fogalmazott Orbán Viktor és kormánya, megtette azt, ami tőle elvárt volt, megvégte a schengeni határt. A magyar kormány szerint a kvótaperben született döntés felháborító és felelőtlen, a kvótaperben született európai bírósági döntés Brüsszelt próbálja helyzetbe hozni. Erről is beszélt Lázár János miniszter elnökséget vezető miniszter a 97. kormányinfón. Mi a legelején világosan elmagyaráztuk, amikor erről a kérdésről szó volt 2015-ben lassan 24 hónapja, hogy mi úgy gondoljuk, hogy nekünk magyaroknak jogunk van annak az eldöntésére, kizárólagos és egyedüli jogunk, hogy ki éljen az országban.
Nem sunnyogtunk, hanem világosan beszéltünk. Ezért az elmúlt két esztendőben valóban befogadásra Magyarország esetében nem került sor. Ha azonban megnézem, hogy az Európai Unió más tagállamai az előirányzathoz képest, tehát a brüsszeli diktátumban előírt létszámhoz képest összesen 27%-ot fogadtak be két év elteltével, akkor az egész mégiscsak nevetséges. Ránk az Európai Bíróság kötelességet próbál róni, ránk az Európai Bizottság diktátumot alkalmaz, azokra a tagországokra, akik a számukra előírt kvótának a 3, 4, 8, 10%-át teljesítették, ami nevetségesen alacsony, pedig semmilyen büntetés nem ró ki, semmilyen szankció nincs, ezért ez komolyan vehetetlen az én megítélésem és meggyőződésem szerint. Az egész egy komédia tulajdonképpen, az egész inkább egy politikai ügy, az egész arról szól, semmi köze a szolidaritáshoz, hogy Brüsszel vajon hogyan diktálhat a tagállamoknak. És azt is szeretném itt szóba hozni, hogy nagyon nagy tagállamok, mint Franciaország, Németország, az oda irányított embereknek csak 27-28%-át vagy 21%-át fogadta be. Hogyan lehet az, hogy Magyarországot a szégyenpadra ültetik, azért mert nyíltan, világosan elmondta a véleményét, nem sunnyogtunk, mások pedig sunnyognak, alig-alig fogadnak be bárkit is, egy-két embert, egy-két bevándorlót beengednek az országba, és velük szemben nem eljárás, hanem dicséret van. Ez nyilvánvaló kettős mérce, nem fair, nem méltányos, az eljárás pedig rendkívül veszélyes. Veszélyes Európára, veszélyes a nemzetekre, veszélyes a közösségre, maga az ítélet is meggyőződésem szerint Európa jövője szempontjából is egy veszélyes dolog, hiszen egy ország életét alapjaiban befolyásoló döntést az Európai Unió területén nem diktátummal, hanem konszenzussal kell meghozni. Vannak kérdések, amelyekben a magyar kormánynak van joga és lehetősége az alaptörvény szerint megállapodni az Európai Unióval. De ez nem lehet egy egyoldalú diktálás, ez nem lehet az, hogy Brüsszel megmondja, hogy Magyarországnak hány embert kell beengedni, és ha tetszik, hanem ezt végre kell hajtani. Ez csak akkor működik, hogyha erről képesek és készek vagyunk megállapodni. Mi azért nem állapodtunk meg ebben a kérdésben, mert az alaptörvény világos útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy melyik hatáskör hogyan gyakorolható, és az, hogy Magyarországon kiéljen, az a magyar állam egyik legfontosabb, önállóságát szimbolizáló jogkör és hatáskör. Ráadásul, ha azt kérdezik, hogy ennek az ítéletnek mi a következménye és mi az értelme, szeptember 26-án telik le a két esztendő, a döntés, hogy mintegy 120 ezer bevándorlót szét kell dobni, szét kell osztani Európában, két éve született, ebből 27%-ot hajtottak végre, 70%-át a döntésnek senki nem hajtotta végre. Ez azt mutatja, hogy ez a rendszer nyilvánvaló meghalt, ez a rendszer működésképtelen. Nekünk, ha akarnánk, se lenne esélyünk arra, hogy a következő 3 hétben ezt a döntést bármilyen formában is végrehajtsuk. A választópolgároktól meg arra kaptunk mandátumot, arra köteleztek bennünket, hogy a legutolsó jogérvényesítési lehetőséget is, a fellebbezés legutolsó lehetőségét is használjuk ki, és azzal próbáljunk meg élni. A Jobbik visszautasítja a döntést, a köztér Ágyarán Jánost, a Jobbik regionális igazgatóját kérdezte mindenről. Két dolgot fontos itt megjegyezni. Az első, hogy a Jobbik reakciója teljesen egyértelmű, mi felháborítónak és tartjuk és visszautasítjuk ezt a döntést. A Jobbik is kiállt amellett, hogy Magyarországra nem jöhetnek migránsok, és mi azt gondoljuk, hogy egy bíróság, egy nemzetközi bíróság, de egy hazai bíróság sem hozhat olyan határozatot, amivel erőszakosan megváltoztatják egy ország, egy tagország etnikai, demográfiai, vallási összetételét. Mi a teendő? Mi azt gondoljuk, hogy ezen az úton tovább kell menni, és az Európai Unióval a vitát tovább kell folytatni, hiszen ez egy nem konszenzussal meghozott döntés. Néhány tagország úgy gondolja, hogy számára fontos a migránsok befogadása. A tagországok egy része, itt nem, és nem csak Magyarországról van szó, a tagországok egy része azt gondolja, hogy ők nem ilyen módon szeretnék megoldani a problémát. De hagyj világítsak rá egy másik dologra is ezzel kapcsolatban. Mi azt gondoljuk, hogy a kormány álláspontja az kétszínű ezzel kapcsolatban, hiszen itt 1294 migránsról van szó, és hangsúlyozom megint, a Jobbik elutasítja, hogy akár egy migráns visszatelepítése vagy betelepítése is jogi eszközökkel megvalósítható legyen, de a kormány közel 20 ezer migránst engedett be, akik hajlandók voltak fizetni a letelepedésért. Mi azt gondoljuk, hogy a szegény migránst és a gazdag migránst egyaránt el kell utasítani, és a Jobbik újból be fogja nyújtani azt a javaslatát a parlamentbe, hogy alaptörvénybe rögzítsük, sem szegény, sem gazdag migránst nem szeretnénk látni az országban.
Ehhez szükséges az alaptörvény módosítása. Így van. A Fidesz módosítása után a Jobbik többször benyújtotta már ezzel az egy passzussal kiegészített alaptörvény módosító határozatot vagy javaslatot, ám a Fidesz leszavazta, mi azt szeretnénk, hogyha partner lenne ebben, és egyet értenénk abban, hogy Magyarország etnikai, vallási, demográfiai összetételét ne változtassuk meg semmilyen módon erőszakosan. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy az uniós törekvés ellen a Jobbik ugyanúgy fellép, mint ahogyan a Fidesz, ugyanakkor mégis egy alkotmánymódosításra lenne szükség, tehát ott viszont ellentét van a két párt között. Én azt gondolom, ketté kell osztani a dolgot. Az egyik, az egy magyar belügy, hogy kiket fogadunk be, kiket nem. Az uniós határozat pedig, ott pedig azt gondolom egységesen Magyarország érdekében, magyarként és pártpolitikán felülemelkedve kell fellépnünk. Nehéz esély a tolgatásba belemenni, de hogyha mégis megtesszük, akkor mennyi, milyen arra az esély, hogy egyszer egy támogató határozat szülessen a kvóta per kapcsán? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát itt most megszületett ez a döntés, de nem néhány nap, meg nem is néhány hét lesz, mire erre választ kapunk. Patogni fog a labda, én azt gondolom, hogy oda-vissza, és nagyon hosszú idő fog eltelni. Én azt gondolom, hogy attól is függ a végeredmény, hogy hány tagország áll mellénk. Ahogy jeleztem az előbb, számos tagország gondolja hozzánk hasonlóan, tehát nem vagyunk egyedül ebben a kérdésben, és egy jó lobbival, egy hatásos érvrendszerrel azt gondolom, hogy megfordítható és elfogadható az a döntés, hogy minden tagország önmaga saját hatáskörén belül döntsön a migránsok befogadásáról. Úgy fogalmazott, hogy kétszínű a Fidesz ezzel kapcsolatban. Ezt talán hasonlóan fogalmazta meg az MSZP is, akkor azt jelenti, hogy Jobbik és az MSZP e kérdésben egyetért? Nem, semmilyen egyeztetés nincs köztünk. Az MSZP-nek is van egy véleménye, nekünk is van egy véleményünk. Van, amikor a Fidesz-szel van hasonló álláspontunk, van, amikor az MSZP-vel, de mindig a saját utunkat járjuk, és a saját véleményünket, a saját álláspontunkat mondjuk el. A DK elnökségi tagját, Rászné Földi Juditot is megkérdeztük. Most nem tudom, ugye ezt most megfogalmazni, hogy örülünk vagy nem örülünk, hisz azt gondoljuk, hogy egy évvel ezelőtt, amikor a miniszterelnök ezt megszavazta az Európa Tanácsban, akkor ez már egyértelmű volt számunkra, hogy ez az 1994 elbírálás, ezt meg kell, hogy tegyük szolidaritási alapon is, és egyébként is ugye az Unió ez egy csapat, és mi beléptünk ebbe a csapatba, és ugye vannak csapatjátékok és csapatszabályok, amiket nekünk be kell tartanunk. Ez is egy ilyen dolog. Azt gondolom, hogy nem titok, hogy a DK mindig is támogatta azt, hogy ezt a menekült problémát meg kell oldani. Az sem titok, hogy én is több ízben voltam lent a bicskei menekültáborban, tehát azt gondolom, hogy eljött ez a pillanat, hogy a miniszterelnöknek meg kellene értenie, hogy saját magát perelte be, saját maga ellen ment ezzel a perrel, és úgy, ahogy minden csapatjátékos az Uniónak ezt be fogja tartani, úgy nekünk is be kell. Ezt szeretném mondani, hogy ez nem azt jelenti, ugye ment itt az óriás plakát kampány és a gyűlöletkeltés, hogy majd a kertünk végében a répát ellopják ezek a menekültek, nem erről van szó. 1294 kvóta azt jelenti, hogy ennyi kérelmet kell majd elbírálnia a magyar hatóságoknak, hogyha úgy ítélik meg, hogy ebből csak 30 az, aki valóban menekült, ugye őket kell, hogy az ő gondjukat kell, hogy megoldjuk, és még ez sem feltétlenül azt jelenti, hogy ők itt maradnak. Én nem gondolnám, hogy ők ebben az országban akarnak maradni. Ugye láttuk, amit láttunk, ezt a iszonyatos óriás plakát dömpinget. Úgyhogy örülni nem tudok. Azt tudom, hogy ezt a problémát meg kell oldani, és ugye ott rekedtek a határon, tehát az olasz-görög határon. Ki kell vennünk a részünket, tehát tényleg csatlakoztunk egy csapathoz, magamat tudom ismételni, be kell tartani a játékszabályokat. Veszélybe kerülhet Magyarország Európa Uniós odatartozása? Azt gondolom, hogy igen. Tehát 2018-ban ugye a DK most már több ízben nyilatkozta ezt, és mondjuk mindannyian, hogy a 2018-as választások Orbán vagy Európa. Ezzel a húzással azt gondolom, hogy most itt tiltakozik, hogy be kell tartani ezt a kvótát.
egyértelműsíti, hogy ha 2018-ban a Fidesz nyer, ki fogja vezetni ezt az országot az Unióból, és ugye látjuk ezt a fejlődést, amióta az Unióhoz tartozunk, nagyon sok beruházás uniós forrásból valósult meg. Brüsszelben nem dönthetik el azt, hogy Magyarországon kiéljen, a kormány azonban a függetlenség legfontosabb kérdésének tartja, hogy a magyarok dönthessék el, ki tartózkodhat az országban. Reagált Varga Tamás honvédelmi miniszter helyettes Székesfehérvár országgyűlési képviselője a szerdai kvótaper döntésére. Nevetséges, érthetetlen és felháborító ítélet született, hiszen a jogi érvek egyértelműen abban az irányba mutattak, hogy ez az eljárás, rend eljárás, amit lefolytattak, és aminek a végén a kötelező betelepítési kvótát meghozták, az nem állja meg a helyét, nem jogszerű. Tehát a keresetünket el kellett volna fogadni, de hát nyilvánvalóan a politika felülírta a jogot. Az Európai Bizottság és az Európai Uniónak nem politizálnia kellene, hanem jogszerű, adminisztratív irányban döntéseket hozni. Egyébként az akkor meghozott döntések alapján a befogadások mintegy 20-25%-ban történtek meg, tehát egy végrehajthatatlan döntés született akkor. De azt gondolom, hogy nem fogadhatjuk el ezt a döntést. A bíróság ítéletet nyilván természetesen tiszteletben tartjuk, ez a döntés, de további lépéseket kell tenni, hiszen Magyarország függetlensége a tét. Egy független ország nem engedheti meg, hogy kívülről adminisztratív eszközökkel meghatározza valaki más, hogy kikkel szeretnének együtt élni. Mi magyarok szeretnénk megmondani és eldönteni, hogy kikkel és milyen formában szeretnénk a mi országunkban együtt élni. Tehát a döntés ebből a szempontból elfogadhatatlan, és az, hogy az azóta eltelt időben ott született egy újabb levél, amelyben Juncker összeköti a bizonyos kohézés alapokkal ennek a döntésnek a végrehajtását, és egy álságos szolidaritás mögé bújva próbálja Magyarországot rákényszeríteni arra, hogy fogadja el ezt a döntést. Ez is teljességgel elfogadhatatlan, hiszen egyrészt ezeket nem lehet összekötni, másrészt a kohézés alapokból Magyarországnak jutatott pénz, amiből az Európai Uniós pályázatok folynak, több mint 7000 milliárd forint, ez nem egy ajándék. Ez nem az Európai Unió ajándéka Magyarországnak, hanem mi azt vállaltuk, amikor az Európai Unióba beléptünk, hogy megnyitottuk a piacainkat, megnyitottuk az országunkat a többi Európai Uniós ország, nem csak polgárai, hanem befektetői, vállalkozói, nagyvállalatai előtt, és az a pénz, ami ide áramlik, az nagy részt vissza is áramlik. Volt egyszer egy statisztika, hogy minden egy euróból 90 cent visszaáramlik, például Lengyelországból Németországba, hiszen azok a német cégek a haszonélvezői azoknak az uniós pályázatoknak, amelyeket Lengyelország megkap, és ez Magyarország esetében, és a többi ország esetében is így van. Tehát ez is helytelen, és ezt is vissza kell utasítanunk. És azt is vállaltuk, ugye, hogy a schengeni határokat megvédjük, hát most pont ezt teszi Magyarország. Igen, tehát hogyha a szolidaritásról beszélünk, akkor a szolidaritás számunkra az, amit mi teszünk. Az elmúlt 2-3 évben megváltozott biztonságpolitikai környezet, a biztonsági kihívások és a biztonsági veszélyek minket déli-délkeleti irányból értek el és fenyegetnek. A Baltikum, Lengyelország biztonsági kihívásai más irányból érkeznek, de szolidárisak vagyunk lengyel és lett-litván és észt barátainkkal, és immár második alkalom, először Litvániában, most Észtországban 3 hónapig a Visegrádi négyek szövetségének keretében magyar katonák szolgálnak
Észtországban. Ez az igazi szolidaritás, és az is szolidaritás, hogyha azt mondjuk, hogyha 270 milliárd forintot költött Magyarország a határvédelem, aminek része a kerítés, tehát az ne legyen kétségünk, a határt kerítés nélkül, fizikai határzár nélkül megvédeni nem lehet, tehát ez nem annak a kérdés, hogy most szeretjük azt a szót, hogy kerítés, vagy nem szeretjük, a fizikai, biztonsági határzár nélkül nem létezik rendes és hatékony határvédelem. Tehát az a másik igazi szolidaritás, amikor azt mondjuk, hogy ez a 270 milliárd forintból mi nem csak Magyarország határait védtük, nem csak a magyar emberek biztonságát szavatoltuk, hanem Európa határait is védtük, és az európai emberek biztonságát is szavatoltuk. Tehát ha a szolidaritás két irányú, akkor ennek a fele Magyarországnak, azt gondolom, hogy igenis visszajár. Lehet a felelőssége az ellenzéki pártoknak, akár csak a kommunikációban az ő álláspontjuk kapcsán? Mindenkinek van felelőssége, minden kimondott szó felelősen kell megtenni, és amikor akár Botka László, akár bárki ellenzéki oldalról azt mondja, hogy igen, ezt a kerítést pedig le kell bontani, akkor a magyar emberek biztonságával játszik. Azzal játszik, hogy ha nincs fizikai határzár, akkor ugyanaz fog történni, mint most lesz két éves a kerítés szeptember 15-én, ami a két évvel ezelőtti időkben volt, emlékezünk, amikor több százezer migráns gazdasági bevándorló ért el hazánkat és haladt át rajta. Kedves nézőink, ez volt már a Köztér, megköszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így, legközelebb egy hét múlva pénteken 19:25-től számítok majd a figyelmükre, viszontlátásra!